Beszéltünk arról, hogy ez a nyuszi, tojás, sonka dolog, hogy ennek nem csak köze van az ünnep jelentőségéhez, viszont a báránynak van. Szóval mi ez a bárány dolog? Sziasztok, Anna vagyok, és üdv mindenkinek a Belgrad Magazin YouTube csatornáján. Úgy döntöttem, hogy csinálok egy kis videót most így húsvét hétfőre is. Ezek közül a szimbólumok közül igazából a báránynak van egyedül kapcsolódása az eredeti ünnephez, és egy picit ezt fogjuk megbeszélni, hogy egyébként honnan ered ez az egész bárány dolog. Ugye, hogyha olvastátok a Bibliát, vagy a húsvéti sztori környékén olvasnak föl ebből az egész történetből, akkor azt olvashatjátok, hogy Jézus felment az ünnepre, a húsvétre, a Jeruzsálembe, és én ezt gyerekként nem is teljesen értettem, hogy hát de a húsvét ez nem annak az ünnepe, hogy őt megölték, és aztán ugye feltámad, de akkor mi az, hogy ő a húsvétre ment fel? És ez azért van, mert a húsvét az amúgy a zsidóknak is volt az ünnepe, tehát olyankor, amikor ez történt, olyankor a zsidóknak a páska vagy Pészach ünnepe volt. És ez a páska, ez gyakorlatilag arról szólt, hogy kellett venni egy bárányt, és azt leölni, és megenni közösen egy családnak, így el kellett ezt így fogyasztania. Tehát ez egy ilyen szokás volt, olyan, mint mondjuk nekünk a karácsonyi közös családi vacsora, ez egy ilyen Pészach vacsora volt, meg volt, hogy milyen ételek szokásosak, hogy a család együtt eszi meg, meg hogyan, mit, hogyan készítenek el. Tehát ezt az ünnepet, ezt a szokást, ezt még maga Isten parancsolta meg Izrael népének, hogy tartsák meg, és még régen, több mint 1000 évvel Jézus előtt, és igazából még mai napig is a zsidók ünneplik. És hogy honnan ered ez az egész dolog? Ahhoz oda kell visszamennünk, hogy régen még az izraeli nép fogságban, vagy hát rabszolgaságban élt Egyiptomban, és onnan ki akart őket Isten szabadítani, és elküldte Mózest és Áront, és jött a 10 csapás Egyiptomra. Utolsó 10. csapás az az volt, hogy az első születteket megölte az Úr Egyiptomban, és ennek hatására engedte el végül a fáraó a népet. Azon az estén, amikor az Úr ezt megtette, azon az estén kellett Izrael népének a történelemben az első ilyen Pészach vacsorát megölnie, és azt kellett csinálniuk, hogy venniük kellett egy bárányt, 4 napig maguknál tartani, és aztán levágni egy este, és a családnak így együtt elfogyasztania, és aztán a báránynak a vérét pedig fel kellett kenniük az ajtófélfára. És ennek az egésznek ott volt a jelentősége, hogy az volt, hogy mert átvonul az Úr ezen az éjszakán, Egyiptom egész földjén, és megölök minden elsőszülöttet. De ez a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptomot. Tehát ez egy jel volt, hogy amikor jött az Úr, akkor azokat a házakat kihagyta, ahol vér volt az ajtófélfán. És ennek nem az volt a jelentősége, hogy jaj, az Isten összekeverte volna, hogy hol laknak egyiptomiak, meg hol izraeliek, és akkor is sokkal egyszerűbb volt, nem kell neki átgondolnia, meg benéznie, meg ilyenek, hanem igazából ennek az volt a jelentősége, hogy az emberek, az izraeli nép, akik ezt tudták, vagy akár egyébként az egyiptomiak, akik ezt a dolgot hallották, és ezt a parancsot, azok ezt komolyan vették el. Félték el Istent annyira, hogy elhiggyék azt, hogy ő tényleg megteszi ezt a csapást, és hogy tényleg, hogyha én viszont betartom ezt, hogy ezt a bárányt feláldozom, megesszük együtt a családdal, és a vérét az ajtó félfára kenjük, akkor ő minket ki fog hagyni. Ha ezt nem tette meg valaki, hanem azt mondta, hogy érdekel engem, most mi fogom én ezért ki összevérezni az ajtómat, minden, hagyjuk már is, itt hülyéskedik velünk, akkor igazából hiányzott az Isten félelem, és ő vette ezt az egészet komolytalanul, és maga helyezte magát ítélet alá. És ugye, mint mondtam, ennek a húsvéti báránynak, a páska báránynak van itt jelentősége, meg egy ilyen előképi szerepe a Jézusra nézve. Azt mondja maga keresztelő János is Jézusra, amikor ment még bemerítkezni a szolgálat elején, hogy íme, itt van az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűneit. És igazából Jézus olyan volt, mint ez a húsvéti bárány, hogy az ő vére az, amit nekünk egyszerűen csak el kell fogadnunk, fel kell kennünk úgymond csak az ajtunk félfájára, a szívünkre, hogy igen, nekünk szükségünk volt erre a vérre, nekem szükségem van arra, és nem akarok ítélet alá kerülni, és igazából Isten erre tekintve minket így megkímél. Ami még ilyen további dolog, hogy ennek a báránynak hibátlannak kellett lennie, hímnek és egyévesnek. Jézusról olvashatjuk azt, hogy hibátlan volt, nem vétkezett. Van még egy olyan érdekesség, hogy a páska báránynak nem leszabadott eltörni a csontjait, és Jézusnak sem törték el a csontjait, mégpedig azért, mert hogy a keresztre feszítéskor volt egy olyan szokás, hogy ezt a végvonaglást kicsit megrövidítsék, és azért, hogy le tudják őket venni a hétvégén meg a szombat előtt,
a keresztről, ezért eltörték a lábszárcsontjaikat, és akkor igazából ezek az emberek, akik ugye ki vannak így feszítve, közben nyomkodják fel magukat a lábukat, és ha el van törve a lábuk, akkor nem tudják feltölni magukat, és igazából hamarabb megfulladnak. És ezért ugye a két latornak, akik a két oldalán meg voltak feszítve, nekik el is törték a csontjukat, viszont Jézus addigra már meghalt, úgyhogy neki nem törték el a lábszárcsontját, hanem egy, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy meghalt, ezért egy dárdát öftek az oldalába. Egy másik dolog pedig az, hogy kovásztalan kenyeret kellett enni az ünnepen, a páska bárány mellé. És a kovász az mindenhol így a bűnnek a jelképe igazából, amikor ilyen példázatokban is szerepel a Bibliában. Tehát ez egy kicsit olyan, mintha úgy ezzel az áldozattal, azzal igazából a bűntelenül kell oda menni, vagy egy tisztán magunkat megtisztítva. És ez még felteszi a pontot az íre, hogy ugye ez az ünnep, az de egy verset az, amikor, ami Jézussal történt, mert hogy ugye ő felment erre az ünnepre Jeruzsálembe, és megették az utolsó vacsorát, ezt a páska bárányt elfogyasztották a tanítványokkal, és aznap este őt elfogták, és másnap délelőtt reggel keresztre feszítették, úgyhogy Isten nagyon összeszerkesztette a dolgokat, hogy úgy mondjuk. Tehát Jézus az Isten báránya, aki magára vette a világ bűneit, és szenvedett helyettünk, úgyhogy nagyon hálásak lehetünk neki ezért, és remélem, hogy így hasznosnak találjátok ezt a videót, meg érdekesnek. Hogyha igen, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára, mert minden héten új videóval jelentkezek, és legyen nagyon szép napotok, és áldott hetetek. Sziasztok! Krisztus! Miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.